de úgy tűnik, hogy talán nem is könnyen, de sikerül valahogy bevarázsolni. Rá kellene még valahogy zárni az ajtót, tehát egy lépés kellene Hédi-től még. A fél, sőt nem a fel, a teljes tartszemélyzet gyakorlatilag Hédin. Jobbról, balról, alulról, felülről. Az egy lépés mindig hiányzik. No talán most akkor valahogy bent. És elstartol Namakám Handicap. Jól indult a legutóbb beállt Hédi, és elképzelt, hogy elmegy vele vezeti Tímás Uzsa, vagy megpróbálja. Mondóka is jól kezd. Hédi, Mondókat, Vorniki Dream. Egyedik pozícióban Téno, aztán Love Story. A két favorit eltem valami gyöngyös szépe, még egyelőre zárják a sordát. Nagyon-nagyon sok van még hátra. A túlsó egyenes elején jár a társaság, és diktálja a tempót változatlanul Hédi Tímás Uzsával. Hédi a frontban, mögött egy hosszal jön Mondóka. Hédi, Mondókat, Vorniki Dream az első három pozícióban. A folytatásban Téno vezeti az üldöző bolyt, 5. pozícióban Love Story, 6. pedig Eltem galoppozik, Eltem mögött pedig változatlanul könnyen galoppozva, de gyöngyös szépen zárja a sort, amikor mezőny elhagyta most már az ügető átjárót, és nincs változás, továbbra is Hédi vezet. Hédi mellett azonban ott van Mondóka. Kettőjük között nagyobb fél hossza különbség, további kettőre Dvornik idén változatlanul a harmadik, majd jön Téno, a már lovagolt Eltem, Love Story, és gyöngyös szép a sor végén, az utolsó 800 méteren belül Mondóka könnyebben jön, mint Hédi. Hédi, Mondóka, három hossza mögöttük, továbbra is Dvorniki Dream a harmadik. A háttérben gyöngyös szépen könnyebben indul el, mint Eltem. Eltemen nagyon-nagyon erősen kell dolgozni, aztán Stanislav Georgievnek egyelőre nem tud elindulni a verseny egyik esélyese. Elindul viszont Mondóka, és ütlik, hogy Mondóka talán most már tavalyi formáját hozza, ha pedig ez így van, akkor ezt a versenyt akár meg is tudja majd nyerni. Hédi azonban szívósan védekezik. Hédi, Mondóka, Téno, Dvorniki Dream, Linekkel, úgy tűnik, hogy ma nagyon jobb napját fogja ki. Linek hatalmas napja van, Linek támadja Dvorniki Dream-mel a vezető lovakat, de még nincs elől. Elől van talán Mondóka, bent a falon visszatámad Hédi. Hédi, Mondóka, Dvorniki Dream, óriási csata. Eltem nagyon-nagyon végén indul meg. Hédi még elől, Mondóka középen kívül, Dvorniki Dream, Mondóka! Talán Mondóka, óriási célfotó, belül Hédi, kívül pedig Dvorniki Dream támadta. Hát, újabb handicap és újabb óriási célfotó. Hát Linek kezében ma tényleg, erre mondom mindig viccesen, hogyha engem lovagolna, de lehet, hogy még én is nyernék. Szerintem most nem győz. Dvorniki Dream, Mondókát mondtam volna elsőre, és ajánlottuk nagyon erősen Mondókát. Másodjára sokat javult, és ha megint hozzá tud tenni, akkor nyerhet. Mondókát hát, és Hédit is. De hát a három favorit kiesik a mini mezőnyben. Hát azért ez, így akárhonnan nézzük, ez nagyon-nagyon jó pénz lesz. Se Téno, se gyöngyös szépen, sem Eltem. Eltennek pedig választ kaptunk rá, rövid. Rövidnek tűnik ez 1600 méter, akár a gyűrte Georgiev. Elindul a végén, de pont nem fog odaérni. Itt meggyőződésem volt egyébként, hogy Dvorniki Dream-nek kellett elít mindenkit. Nagyon indult komolyan. Lászlóit elnyomta ez a súly, neki ez sok volt, arra lehetett azért számítani. Figyelem, befutási sorrend, célfotó az első és a második helyre. Ismétlem, célfotó az első és a második helyre. És hogy milyen jelentősége van Fézer és Linek között? Nagyon nem mindegy a championátus kérdése szempontjából, hogy ki nyer. Szerintem Mondóka középen, igen. És ezt mertem mondani akkor is. Most sem mernék többet, hogy Hédi vagy Dvorniki Dream. Nagyon közel Eltem, nagyon közel Gyöngyös szépe. Talán Hédi most már nincs akkor a csúszásba.